sziasztok! Zugló következik. Ja, az esetben a személyvonaton vagyok éppen. Haladok befelé a városba, de nem azért viszonylatot forgassak. Valami egészen más miatt tulajdonképpen, de csak úgy érdekességképpen szeretném megmutatni a lényeg előtt, hogy miről is van szó. Esetben a személyvonat. Ki van használva, mi? Tehát ilyenkor nem értem azt egyébként, hogy van ez a C50-es, a zónázó, ami ugyanaz, mint ez tulajdonképpen. Annyi különbség, hogy az Ceglédről jön, de nem egy oltári nagy differencia. Tehát hogy mennyire pazarok a pazarlás. Szóval értitek, van egy árat, most van 12.48, itt vagyunk Zugló és Kőbánya alsó között, és gyakorlatilag szinte nulla utasszámmal. Ahelyett, hogy a zónázót megállítanák több helyen. Vagy egyáltalán egy ilyen viszonylaton, hogy Cegléd meg Nyugati, most minek van egyáltalán zónázó? Akkor menjen egy Intercity, nem? Vagy ennyi. Ha minden is csak egy ilyen köztes. De azért érdekes, nem? Ja. Ilyen furi lesz az eleje ennek a idéző projektnek. De azt senki nem mondhatja, hogy azért nem adtam meg a körítését a dolgoknak, tehát azért láthatjátok, hogy hol vagyok. De aki esetleg ne talán de nem ismert volna rá, arra a helyre, ahol tartozkodom. Nos, ez a Margit sziget. De ezúttal nem viszonylatot forgatok, hanem egy egészen más dolog miatt csücsültem le ide, ahol nem sokára teljesen árnyék leszek, és sokan nem tudják. És nem akarok illúzió romboló lenni, lehet, hogy valakinek már herótja van ettől az egész témától, de most kivételesen a Margit szigeten nem győzök válogatni a közvécék között, szóval én majd így elnézek itt szembe, itt is van egy automata, bretyó, meg itt is régen a hátam mögött is van egy fizetős, WC-s néni is, regyó. Szóval most tényleg úgy rendben van vágva ez a sziget. Tényleg gyakorlatilag egy 2-3 éve ezelőtti látképéhez képest gyakorlatilag sehol sincs. Persze hát most kivételesen ezúttal pozitív értelemben. Hogy miért is vagyunk itt, és miért is döntöttem úgy, hogy egy kicsit hamarabb bejövök a városba, és kicsit előrébb helyezem most kivételesen a saját dolgaimat, annak ellenére, hogy sajnos megint megcsappantak a közlekedéses filmeknek a száma, de hát ez bizony csak egy ilyen átmeneti
nehézség tulajdonképpen, ha lehet így fogalmazni. Egyébként nem tudjátok meg, hogy hol van a telefonom. A hátizsákomba úgy bele nyomtam, tehát hogy úgy, mint a tripod lenne, de most nem hoztam semmi kütyüt, tényleg csak a mobilomat hoztam. Tulajdonképpen, hogy miért is vagyunk itt? Na, szóval egyszer már nekifutottam igazából, de nem akarom elkapkodni a dolgot, és most kivételesen repülőgépes üzemmódba tettem a telefont is, úgyhogy tuti, hogy nem fog belecsörülni senki. Aki idáig nem keresett, nem hívott, ott most már ne is akarjon. Én ezzel így vagyok, tehát így délután fél kettő körül engem már jó a békén, hogy mindenki. Szóval nem szeretek én már ilyenkor semmit úgy intézni. Úgyhogy, szóval, hát nem tudom, hogy ki tudja, vagy ki követi annyira figyelme a csatornámat, hogy ezt mondjuk esetleg így fejből tudja, vagy esetleg emlékezzen rá, így az első feliratkozókra gondolok, hiszen hát 2 éves lett a csatornám. 2 év. Bizony. 2016-ban pont ezen a napon indítottam útjára az első, hát az még nem projekt, egy projektet. Igazából hogy a nagyobbik lánykám ott a Kampónába, az egyébként elektromos autóval köröz. Tulajdonképpen az volt a legeső anyag, amit feltöltöttem, amivel tulajdonképpen útjára indítottam ezt az egész őrületet. Értitek? Ami azóta is hát valamilyen szinten befolyásolja az életemet. Hát, hogy is mondjam nektek, pozitívan, negatívan? Hát is. Tulajdonképpen. Ugye pozitív, mert szeretem csinálni, úgy egyébként. Negatív, mert folyton közben jön valami, ami miatt nem tudom csinálni, és ez nekem rossz. És hál' Istennek azt azért elmondhatom nektek, hogy ez egy kialakult egy viszonylag kemény kis mag a csatornámon, akik, tehát most jelenleg 763 feliratkozó van, és hát gyakorlatilag az egy évvel ezelőtti állapothoz képest egyébként meg 7-szereződött a feliratkozók száma, tehát tavaly ilyenkor kb. 100 feliratkozó körül voltunk csak, tehát, sőt, több, mint meg 7-szereződött, hiszen gyakor volt 100 feliratkozó, tavaly ugyanilyenkor gyakorlatilag, és hát azóta hát 763-an vagyunk. Persze vannak olyanok, akik azt mondják el, mit tudom, azt mondanák erre, hogy hát nem is sok, meg mit tudom, meg blablabla, meg hogy ez a 763 ember nem is nézi a csatornádat végig, meg nem is tudják már, hogy feliratkoztak rá. Igen, ezt én tudom. Több mint valószínű, hogy sokan már nem is emlékeznek rá, hogy rám feliratkoztak. Talán még kében húba kapnak egy-egy értesítést arról, hogy hát én feltöltöttem valamit, de már nem érdekli őket annyi ez a dolog. De hát én ezt tudom, tehát nekem ezzel semmi bajom nincsen. Most jelenleg igazából azt tudom nektek mondani, hogy kialakult egy kemény mag, ha lehet így fogalmazni, és most bocsi, hogy így fogalmaztalak meg benneteket. De tényleg, aki folyamatosan figyelnek, követik a csatornámat, és is szeretném kiemelni Tóth Attila barátom nevét, akit ugyan személyesen nem ismerek, de ő kint él Angliában, remélem nem baj, hogy elmondtam, kint él Angliában, és rengeteg, tehát azok a hihetetlen pazar kezdőképek, indexképek, befejező, tényleg már tényleg ilyen Hollywood is fazon, az egyben neki köszönhető. Tehát ezt nagyon szépen köszönöm Attila, hogy így ezúttal is, és egyúttal neked is szeretnék gratulálni a 80 feliratkozóhoz, és én azt gondolom, hogy azért az is egy szám. Az én csatornám, hát figyelj, tavaly körülbelül ilyen február magasságában volt kb. 80 feliratkozó. Aztán hát ugye valaminek köszönhetően, nem tudom miért, lehetett benne éppensége valamelyik jármű, vagy valamelyik viszonylat az, ami hát idézőjelben csábította a nézőket arra, hogy megnézzék a csatornámat, aztán lehet, hogy ott ragadtak néhányan. Mindenesetre 763-an vagyunk immáron, és hát írtad, de hogy hát tulajdonképpen te is gratulálsz ahhoz, hogy hamarosan meg lesz a 800. Na most ez az, amit szeretném én nektek elmondani, hogy nem azért csinálom.
hogy 800, 900 ezer, meg 200 ezer, meg 300 ezer, meg Isten tudja milyen számok legyenek, hanem én azért azokért a nézőimért csinálom ezt, akik a kemény mag, tehát akik vannak ilyen 4-en, 5-en, 6-an, és tőlük folyamatosan kapok visszajelzéseket arról, hogy most ilyen lett ez a projekt, olyan lett ez a projekt, kiegészítenek, építőkritikát gyakorolnak, szóval nem a trollkodás, meg nem a ostoba primitív hozzáállás miatt iratkoztak fel a csatornámra, és hát ugye nekem sem célom az, hogy a csatornám egy ilyen irányba menjen el. Természetesen, de nem mondanám, hogy ez az idáig bekövetkezett volna, és ezután sem lesz másképp. Vannak, akik kimondottan szeretik egyébként a vezetős videóimat, hát most abból, hát mi mikor tudok? Hát most ez egy olyan dolog, hogy vagy tudok, vagy úgy hozza az élet, hogy hát most mit tudom én, nálam ad a kocsi, vagy mit tudom én, és akkor én megyek vele, és akkor meg is ragadom az alkalmat, és akkor valami gondolatot megosztok veletek, mert higgyetek, nagyon sok minden van. Így, amiről szeretnék veletek beszélgetni egy kicsit, de tudom, hogy egyébként ezek az ilyen reggeli vlogok, amik most egy időre eltűnnek, tehát ezt már most mondom, hogy ilyen konyhai jelenetek nem lesznek. Tehát most egy jó darabig, tehát ez a 100%. Egyéb okoknál fogva. Tehát én erre most nem akarok nagyon kitérni, hogy mik ezek az okok, meg hogy miért is, meg hogy is. A lényeg az, hogy egy jó darabig biztos, hogy nem lesz ilyen konyhai jelenet. Nem mintha egyébként olyan rettentően hiányolná bárki is ezeket, hiszen azért a statisztikákat nézve közel sem olyan nézettek, mint mondjuk a bármelyik viszonylat. És hát most ez van. Tehát annyira nem nézettek. Pedig higgyetek el, hogy nem baromságokról beszélek álmat, szóval csak ahhoz végig kell nézni. Értitek? Tehát végig kell nézni, át kell gondolni, és aztán véleményt formálni. Na most, hogy azok alá legtöbbször miért nem teszek kommentelési lehetőséget? Hát miért? Visszagondoltam így 2016 végére, és hát így tudom, hogy így vettem néhány apróságot így karácsony előtt 2016-ban, hát ez egy szörnyű év volt, és gyakorlatilag nekem minden napom borzasztó nehéz egyébként. Most, de nem akarom sajnáltatni magam, nehezen menjen el már az idő, meg a ti időtök. Viszont hát vettem pár apróságot, ilyen kis díszítő elemet, stb. A akkor még soroksári kis ingatlanunkba. És hát úgy telébe trollkodta valaki, hogy tényleg azt mondtam, hogy na jó, hát most figyelj, hogyha valaki csak annyira képes, hogy olyan véleményeket alkosson rólam, ami már tényleg több, mint sértő, minek? Tehát én egyébként most hiszitek vagy sem, ezt az egész YouTube-ozást nem azért csinálom egyébként tényleg, hogy most ennyi meg annyi feliratkozó legyen, ilyen meg olyan nézettség legyen. Ha? Nem. Egyszerűen tényleg arról van szó, higgyetek el, hogy valami maradjon fenn rólam, utánam. Mert az élet kiszámíthatatlan. Nem lehet kiszámítani. Tehát az, amit már idáig elértem, azt mindenféle szponzoráció nélkül, mindenféle bevétel nélkül csináltam meg, és én arra vagyok büszke, hogy ezt így értem el idáig, amit elértem. és hát tényleg szívből köszönöm mindenkinek, aki bizalmat fektetett belém, és feliratkozott a csatornámra, vagy csak még ha nem is iratkozott fel, de megnézte legalább egy projektemet, akkor azt mondom, hogy tényleg ez nem semmi. Egyébként a nézettségeket tekintve, jaj, kicsit elhelyezkedem már itt ezen a padon, mert már elzsibarok. Szóval az a helyzet, hogy a nézettségeket tekintve, ami egyértelműen éllovas, tehát tényleg tehát olyan nézettsége van, hogy én bevallom nektek őszintén, hogy egy darabig nem értettem, hogy miért. Hát kapizsgáltam, hogy kb. Mi lehet az oka neki. Kicsit olyan hatásvadász projekt, ez a
Ligettér, illetve hát ma a Ligettér, viszont hát régen ezt úgy hívták, hogy Zalkamáté tér, és hát ott volt egy metróállomás, ahova soha nem érkezett metró. Tehát az tulajdonképpen a kettes metrónak lett volna egy ilyen szárnyvonala, és ez soha nem valósult meg, ez a szárnyvonal, és soha nem érkezett oda a metró. Na most én erről készítettem egy projektet, és megmutattam nektek, hogy hogy néz ki. Na most jelenleg ennek a projektnek az eszmei értéke az szinte felbecsülhetetlen, tekintve, hogy elbontották. És az, fú, várjátok, a 162-es buszom, tulajdonképpen projektem forgatása alkalmával meg is örökítettem nektek, hogy eltűnt, tehát el van bontva. Hiszitek vagy sem, 45 ezer megtekintésnél tart az a projekt. Egyik másik projektem sem ér a közelébe, talán csak a 41-es villamos az, ami úgy kapizsgálja ezt a számot, de azért nagyon messzire van mindegyik ettől a számtól, szóval ez nagyon-nagyon-nagyon, fú, tényleg így megdöbbentem, te jó Isten, 45 ezer megtekintés. És aztán hát ugye, hogy miért? Hát ugye mondom, lényegében valamelyest hatásvadász projektről van szó, hiszen ugye bemutatok nektek egy olyan műtárgyat, építészeti műtárgyat, ami funkció nélküli abszolút, és hát ugye ebből adódóan, mivel hogy elbontották, az eszmei értéke még nagyobb lett. Meg hogyha hozzáfűzzük még a sztoriát ennek az egésznek, szóval őrületes egyébként, 45 ezer megtekintés, az nagyon sok. Tehát én hihetetlen módon meg vagyok lepődve ezen, hogy ez mennyire nézett ez a projekt. Aztán hát ugye, amik nagyjából ilyen 400-500 megtekintéseket érnek el, azok a közlekedéses videók, ennél följebb nem igazán mennek ezek a számok, tehát körülbelül ennyi egy ilyen lélektani küszöb, a 3-4-500 megtekintése bírnak átlagosan a közlekedéses projektek. Az ilyen reggeli jelenetek, amiket hát ugye mondtam, hogy most ideig nem lesz, azok hát van olyan, ami a mai napig, tehát hittek el, hogy másfél éves anyag, és összesen 62 darab megtekintés, hát attól függ, hogy mi a téma. Én azt gondolom, hogy itt egyértelműen azon múlik ez az egész. Valamelyen sajnálom, hogy most ez egy darabig nem lesz, pedig lenne miről beszélni bőven. De hát mondom, egyéb okok azok, amik most jelenleg ezt gátolják, hogy én erről, tehát ezekről a gondolataimat megosztam veletek így ilyen formán. Úgyhogy hát jó esetben maradnak a közlekedéses projektek, meg hát az ilyen különkiadások. Ja, apropó különkiadások. A különkiadások azok valahogy különösen nézettek. Tehát azok valahogy tényleg annyira érződik az, hogy sokszor ezek az abszolút véletlenszerű felvételek, tehát amiket így elcsipek a városba, tehát én például múltkor a határútnál, amikor felvettem nektek, hogy újra közlekednek a hibrid Volvo-k, tehát a csuklós hibrid Volvo-k, az ilyen tényleg abszolút ez a klasszikus random jött gondolatok, meg random jött projektek, ezek sokkal a nézettebbek sokszor, mint az, amire készülök, mint az, amivel utazok, sokszor egy napom rámegy, meg mit tudom én, és hát ugye ez egy ilyen érdekes dolog egyébként így a nézettségeket tekintve. Mondjuk a legutóbbi két vezetős videóm az különösen nézett, úgyhogy az tényleg ott valamit jól csináltam ezek szerint. A konyhai jelentek, mondom, azok a legkevésbé nézettek. A maga, ezek a klasszikus közlekedéses anyagok azok, amik abszolút hát nézettek. Ugye van egy másik lejátszási lista is, ez a tech, meg kicsomagoló, meg ilyenek, nem közkedvelt. Tehát ugye ez abból adódik, hogy nagyon kevés anyag van fenn, és hát én ritkán jutok azért ilyesmihez, szóval nem mondanám, hogy minden fél évben másik telefonom van, meg egyebek. Nem, mintha nem szeretnék egy kis újítást már bevenni, mert nem szeretek leragadni valahol, és akkor... Na mindegy, szóval jó, nem akarok ebbe az irányba se elmenni. Szóval a lényeg az, hogy a vártnál igazából sokkal jobban alakultak a dolgok, hiszen hogyha azt nézzük, hogy például ott volt az a nyomorúságos 2016,
gyakorlatilag 3 hónapig nem csináltam semmit például, és ennek ellenére azért voltak, akik kitartottak a csatornám mellett, és a mai napig nézőként tisztelhetem őket a csatornámon. Úgyhogy ez különösen egy faja dolog. Hát, hogy is mondjam nektek, miről is beszéljek? Hát igen, technika. Ugye most jelenleg ugye mobiltelefonnal veszem föl ezt, hiszen nem akarom azért szétnyúzni a kamerámat, szóval azt tényleg arra szeretném megtartani, hogy mikor konkrétan ilyen közlekedéses filmeket csinálok, hogy akkor ott legyen egy eszközöm, ami tényleg arra való, hogy valahol barangolok, felülök rá egy buszra, vagy villamosra, bár arra már nem nagyon tudok, stb. Tehát, hogy legalább az az eszköz az megmaradjon erre. Tehát az igazság, ez az oka annak, hogy gyakorlatilag most mobila veszem fel ezt az anyagot. Ami viszont biztos, hogy a közeljövőben, vagy hát a jövőben lesznek azért olyan anyagok, amelyeket újra fog gondolni. Újra fogok forgatni, és nem azért, mert nincs ötletem, vagy mert nem szeretném, mit tudom, egy másik városrészt is felfedezni, hanem egész egyszerűen arról van szó, hogy az alapkoncepció, amivel készültek azok az anyagok, rosszak. És ezt így be kell vállalni, hogy nem jó, nézhetetlen, silány, nincs benne semmi érdekes, felületes az egész, egy ilyen kapkodás, egy ilyen ennyi az idő, menni kell típusú projektek, nincs értelme. Tehát nehogy azt higgyétek egyébként, hogy én nem szoktam visszanézni a projektjémet, nem azt mondom, hogy mindig minden egyes projektemet visszanézem, mert nagyon sokat nem is néztem meg. Tehát azt sem tudom, hogy milyen lett a végeredmény tulajdonképpen, viszont mostanában ugye elkezdtem ezt esténként, amikor van erre lehetőségem, ugye, elkezdtem ezt esténként azért hát rendszeresíteni, amennyire lehet, hogy nem annyira a feliratkozásaimat nézem, hanem inkább a saját projektjémet nézem vissza, hogy melyik az, amelyik hát valamilyen szinten rászorul arra, hogy újra értelmezzem. Na most ilyen például 82-es troli. Hú, kegyetlen rossz lett. Tehát gyakorlatilag ugye ott bóklászok, mindenféle különösebb, pontos információ nélkül bóklászok az ősvezetéren az uglói oldalon, és gyakorlatilag nem tudtok meg szinte semmit a viszonylatról, sem arról, hogy hol megy igazából, gyakorlatilag végig egy gráfnak a belsejét látjátok, hogy dobálózik ide-oda. Tehát az biztos, hogy újra lesz forgatva, mint róla is viszonylat a 82-es. Aztán elképzelhető, hogy a 83-as is, hiszen ott is alapvetően rossz volt a koncepció, ott annak leginkább az eleje, ami röhelyes. Egy telefonfülkében vettem fel az intrót. Tehát elkövettem ilyen hibákat például. Tehát így. Aztán ugye, ami még nagyon rossz lett, az a 76-os troli, az is biztos, hogy újra fog forogni. A 3-as villamos, az is biztos, hogy újra fog forogni, valamint az 1-es villamos is majd újra fog forogni, ha ugye meg lesz a végleges útvonala. Tehát ha ki fog már érdemben érni Kelenföldre, az Eteletéri oldalra. Akkor természetesen az 1-es villamos is újra fogom értelmezni, újra fogom forgatni, hiszen az, ami elkészült belőle, az elég gyatra lett, eléggé hát ilyen szedetvedett lehet, azt kell mondjam. Figyeljetek, az igazság, hogy nem volt tapasztalatom, és most sem mondanám azt, hogy olyan irgalmatlan, rohadt nagy tapasztalatom lenne, csak annyi egész egyszerűen, hogy az ember mindig tanul valamit. Minden egyes forgatás alkalmával tanulok valamit, és ezt higgyetek el, tényleg így van. És viszont azért azt azért, hát én bízom benne, hogy értékelitek, hogy azért van egy önkritikám, és azt mondom, hogy szar lett, tehát nem jó, tehát nem látni, nem adja át azt a feelinget, és a nézettségekből ez nagyon jól látszik is egyébként, hogy nem igazán jött be nektek, amivel semmi gond nincsen, hiszen tényleg én magam is azt gondolom róla, hogy ezekről a projektekről, és most tényleg csak kiragadtam pár darabot, hogy szóval ezek nem jók, így ebben a formájában abszolút. Hát a jövőt én soha nem tervezek. Abszolút. Tehát tényleg teljes mértékben úgy vagyok vele, hogy majd alakul. Ez kész. Tehát igazából ami nagyon-nagyon-nagyon kimaradt idáig, és hát valamelyest így
így a fejem, hogy hát amíg ott laktam, ugye Délpesten nem használtam ki a lehetőséget, hogy ott ott csepel egy ilyen húsintásnyira, gyakorlatilag egy ilyen nagyobb ugrásnyira, ha lehet így fogalmazni. Nagyon kimaradnak a csepeli viszonylatok. Nem is nagyon szoktátok egyébként kérni őket, tehát nagyon-nagyon elmaradoznak egyébként így az érdeklődési körökből ezek a dolgok, a csepeli járatok. Úgyhogy hát amit mindenképpen pótolni kell, azok még az őrs vezetéri járatok, illetve hát ugye a csepeli járatok többség az egyáltalán nem lett még megfilmesítve. Ami konkrétan meg lett filmesítve, az a 148-as, de hát ugye az is kijön Csepelről, tehát nem kimondottan csepeli viszonylat. Ami kimondottan csepeli, az a 71-es például. Az szerintem egész jól sikerült, az nincs is semmi bajom, az biztos, hogy nem fogom újra forgatni. Nagyon kényelmes forgatás volt, gyerekek, az volt, hogy ma mindegyik ilyen lenne, legalább csak fel ennyire. Tudom, egészségtelen. De mi nem az? Na. Szóval igazából, hát szeretném azt, hogyha egy kicsit mondjuk több projektet tudnék megfilmesíteni nektek. Ugye legalább hetente, mit tudom, egy hármat meg tudnék csinálni, az lenne az abszolút ideális szerintem. Meg hát azért néha-néha a hétvégén is kicsit lazásabban tolni, mert hát azért mégis így hétköznap, én nem tudom, ez egy jelenlegi életforma, tehát ez, hogy elköltöztünk ugye Üllőre, szóval azt nem gondoltam volna, hogy ennyire tulajdonképpen ennyire befolyásolni fogja a projekt készítésemet, de hát ugye most kiszámolom azt, hogy csak fél óránként tudok bejutni a városba hétköznap vonattal, és ugye a vasút az most is hozta a formáját, ott álltunk Kőbányán majdnem 10 percig, aztán amikor bejöttünk a nyugatiba, akkor meg mondta, hogy hát pont a Kőbánya felé haladó járatok 20-40 perces késések, meg mit tudom én, hogy meghibásodott, meg mit tudom én. Hát egyszerűen a vasútra alapozni nem lehet, tehát abszolút. Sajnos a volán viszont túlságosan messze van, ugye a jelenlegi lakhelyemtől, úgyhogy hát, mit mondjak, inkább nem mondok semmit ugye egyebet úgy Üllőről. Egy biztos, hogy a vasúti közlekedés az eléggé rossz hatása van a projektjeimre, projektkészítési lehetőségeimre, úgyhogy hát nem tudom, hogy ezt hogy fogom tudni áthidalni. Hát ez van, mondhatnám így is nemes egyszerűséggel. Hú, nem is tudom, miről akartam még beszélni nektek. Hát igen, a technikai változásokat, azokat nyilván észrevettétek, ismét rosszabb lett a hangminőség, valamelyest, viszont a képminőség azt szerintem valamelyest javult, bár mondjuk ennél nem hiszem, hogy jobb, de hát nem, szóval egy elsődleges mobilit nem lehet feláldozni az itt ilyen célokra. Tehát, mint látjátok, ugye most is az alapvetően egy olyan helyen veszem fel az anyagot, ahol azért nem azt mondom, hogy nincsenek emberek rajtam kívül, és nincsen emberáramlás, ha lehet ilyen furán fogalmazni, de hát azért nem lökik szét az ember. Meg hát itt senki nem néz meg azért, mert selfie, meg vlogolok, meg mit tudom, ez azért teljesen természetes. Ezt nem minden városrészben tudom megtenni, és nem mindenhol tudom megejteni. No, skacok, hölgyek, urak! Nagyon-nagyon szépen köszönöm tehát a feliratkozásokat, köszönöm az elmúlt két év befektetett bizalmatokat, én bízom benne, hogy a jövő az tartogat még számunkra pozitív eseményeket, illetve pozitív nézettségi rekordokat, ha lehet így fogalmazni, úgyhogy én rátok bízom, hogy feliratkoztok vagy nem, kérni nem fogok senkit, ez teljes egészségben a ti döntésetek, hogy megteszitek vagy nem. Mindenesetre, akik fel vannak iratkozva, nekik nagyon szépen köszönöm, és nekik egy hatalmas like, úgyhogy ez lett volna tulajdonképpen így a két évet röviden értékelő, és kicsit így a két évről megemlékezendő kis projektecske. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a feliratkozásokat, tartsatok velem legközelebb is, tartsatok velem a viszonylatokon is, és hogyha lesznek ilyen gondolatok, higgyétek el, nem hülyeségekről beszélek. Nézzétek végig, aztán sumázzátok magatokba, hogy volt értelme vagy nem. Szóval köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, és egy abszolút ilyen szolgálati dolog. Most lehet, hogy néhányan úgy lesznek vele, hogy jaj. De akkor is boldog 50. évfordulót szeretnék kívánni a BKV-nak, akik azért hát
valamelyes segítik a projektjeim elkészítésének a lehetőségét. Úgyhogy 50 éves a BKV, nekik is kívánjuk tehát akkor boldog születésnapot. Ezen alkalomból magunknak meg 2 éves évforduló alkalmából kívánok boldog születésnapot. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, innen a Margit szigetről találkozunk akkor egy viszonylatom. Pontosan nem tudom, hogy melyik lesz. Lehet, hogy majd valamelyik újra gondolt viszonylat. Ki tudja? No, hát akkor ennyi lett volna. Kicsit még itt elücsörgök, aztán megyek az iskolába a gyerekek. Mint tudjátok, hát azért vannak ilyen kötelességeim is. No, sziasztok, hello!